Palacsinta magasba dobó és forgató ügyességi feladatok, kóstolás bekötött szemmel, kedden minden a palacsintáról szólt a Mélyvölgy utcán, ahol a Nemzetközi Palacsinta Naphoz kapcsolódva szerveztek szórakoztató gasztroprogramot iskolásoknak. A résztvevők megismerhették a legkülönlegesebb palacsintás ételeket, és természetesen üres hassal senki nem ment haza a vigasságról. Palacsinta a serpenyőben, és nem sokkal később már a levegőben, a legügyesebbek biztos, hogy nem ejtették le. Körülbelül 30 iskolás gyermek ragadott palacsintasütőt az egyik kedvelt miskolci étteremben a Nemzetközi Palacsinta Napon, hogy pörgessék, forgassák a lapos finomságot, és persze, hogy kóstolják is. Káposzta, saláta, valamilyen majonézes mártás, tartálmártás. Bekötött szemmel kellett felismerniük, mivel töltötték meg a palacsintákat. A legtöbben helyesen tippeltek, sikerült eltalálniuk az ízeket. A választék pedig egészen bőséges volt. A Palacsinta Nemzetközi Napját idén március 1-én ünnepelték. A szokás elsősorban angol nyelvterületen elterjedt, az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában, és egy ideje már itt, Miskolcon is. Ez számunkra egy óriási esemény, hiszen a mi éttermünkben minden a palacsintáról szól. A levesbe palacsintát helyezünk, a főételek minden tekintetben tartalmaznak valamilyen formában palacsintát, a desszertekről pedig nem is kell beszélni. A palacsintanapi programokra két iskolából érkeztek diákok a Kisavas és a Nagyavas határán fekvő étterembe, és természetesen üres hassal nem ment haza senki.